Nyíregyháza Sóstó, Közép-Európa egyik legnagyobb állatparkja. Lesznek fókák, jegesmedvék és pici elefántok. Most jön az új szupersztár, Jorek, az egyéves jegesmedve, bocs. És már meg is jelent a színen. Mintha Floridába járnánk, ahol az egyik só éri a másikat. Pedig ez a festői szépségű Nyíregyháza Sóstó állatparkja itthon, ahol éppen most a látogatók legújabb kedvence, Jorek ejti ámulatba a turistákat, akik Szerbiából érkezett. Többféle módon kerülnek az állatparkba állatok, vagy állatcsere útján, vagy pedig fajmegőrzési program keretében. Ők például 4 makiért és 1 fókáért cseréltük el. Jorek még alig 1 éves, így csak 200 kiló, hamarosan 600 lesz. És jöhet a jól megérdemelt makréla. Azt a mindenit, én nem tudnék itt följönni, az biztos. Ügyes vagy. Nagyon játékos. Dehogy nem, ha bent van a medve. Akkor gyorsan kijövök? Itt jaj, de édes, jaj, de szép, nem tudom, vagy ő lát minket egyáltalán? Lát, és ő rendszeresen, ha meglátja a látogatókat, oda is rakja a mancsát, tehát rendkívül jó zsákmányállatnak tekinti az embereket, úgyhogy élvezi. Akkor mi most itt zsákmányok vagyunk. Igen, most legjobban a makrélára indult be, de hogyha nem lenne, akkor ránk vetni a mancsát. Leon, Alf és Gino, a kaliforniai oroszlánfókák. Tavaly érkeztek ide Nyíregyházára, na, hogy ők is örülnek a jutalomfalatoknak, főként a kimerítő bemutató után. Tehát most arra tanítja, hogy a hátsó végtagokat teljesen felemelje. Ő a legügyesebb trénerünk, és mindig hallgatnak rá a fókáink. Ez egyébként mennyire nehéz a fókának? Ez, hogy mondjuk a hátsó lábait felemeli. Tehát ez azért egy, mondjuk, mint nem egy tudja, ember, mit, hogyha... Nem tudja, hogy mit akarunk tőle. Tehát föl kell építenünk az összes ilyen gyakorlatot. A trénerek ilyen targetbotot használnak például a labda egyensúlyozásának tanításához. Ezt föltesszük az órára, és ő addig ne vegye el az órát arról a pici labdáról, amíg azt nem mondjuk, hogy rendben. Targetbottal először megtanulja, hogy ezt követnie kell a vízbe, sétálunk mellette, és hogyha van egy olyan kontaktus ember és állat közt, hogy mi megfoghatjuk az ő uszonyát, és úgy végig tudunk vele menni, akkor előbb-utóbb megszokja azt, hogy nem is fogjuk az uszonyt, de már ő tartja ki. Azt tudni kell, hogy a fóka dönti, hogy mit szeretne csinálni. Például, ha megnézed a sót, F imádja az egyik úszólábát felemelni, mi pedig hozzáadtunk egy cápa zenét, és már is megvan egy új produkció. A 3 fóka srác még tinédzser. 5 év múlva kapnak majd menyasszonyt, addig is naponta 3-szor mutatják be a tudományukat. A trénereket Münchenben készítik fel a fókák idomítására, de az ő kiváló tudásuk is csütörtököt mond, ha a fóka egyszerűen nem akar valamit. Árpi most Leonnak könyörög, hogy hozza ki a labdát, amit véletlenül időközben kiharapott. De Leon úgy csinál, mintha nem hallaná. Látom, hogy itt alkudoztok. A labda be volt téve, és be volt szorulva. A fóka kiment érte, nem tudta kivenni, és ilyenkor erősebben fogja meg. És a gumilabdát könnyen ki tudja harapni. És kiharapta, és bevitte a vízbe. Ugye, hogy utána ez az ő zsákmánya? Nem egészen. Játszani akart vele, csak utána már leeresztett, és tudta, hogy rosszat csinált, és ezért már utána azért nem akarta kihozni. Leon leviszi a víz alá a labdát, gondolván, ha Árpi nem látja, akkor az olyan, mintha nem is lenne. Nincs labda, nincs bizonyíték. Összefognak most. Tehát persze, a Leon harapta el a labdát, ő az, aki megsértődött, de a másik kettő is összefogott vele, és most egy galerit Igen, alkotnak. Igen, most együtt játszanak egy kicsit, leveszedik a feszültséget, de már a 13.30-as sóra szent a béke. Majd meglátjuk, visszatérünk még ide, de közben Zsuzsi elindul a Nyíregyházi állatparkban az elefánt bébihez, mert már nagyon éhes. A neki szánt étellel a Varik lakhelyén keresztül vezet az út, ide minden látogató is beléphet. Az elefántoknak hoznánk, de Szöszi, a feleség, az úgy döntött, hogy beletúr az ennivalóba. Mi megy neki, káposzta? Igen, répa, alma. You're way too beautiful girl, that's why it'll never work, you have me. Ő Jocó, fura alak. Tavaly a Variktól szokatlanul beleszeretett egy másik alfajú, így vörös színű variba. Itt már a májusban 1 éves kölyköket láthatjuk, ők már 3 színűek.
Jé, de akkor ez valami teljesen újdonság a világon, nem? Hát háromszínű varik vannak. Hibridek. Szöszi ugyan kilopkodta az összes almát a vödörből, azért így is maradt az elefántoknak, mit az ormányukkal frítani. Átléptünk egy határvonalat most, és csak ennyi. Egy fél lépés, Madagaszkár. Az egész világot bejárhatjuk egy nap alatt. Most lépjük át ugyanis két kontinens határát. A Nyíregyházi Állatpark különlegessége, hogy kontinensenként mutatják be az állatvilágot. Már meg is érkeztünk Afrikába, tehát úgy tűnik a varik is földrészt váltottak. Mire nem képes egy vödör alma? Gyere, Joki! Jön. Jön bizony. Rá is kapcsolt. Jól van. És a picit hogy hívják? Jumani. Joki és Jumani. Hogy az olmányát így felrakja, az azt jelenti, hogy kér még ennivalót. Hmm. És kap? Persze, hogy. Na, ne, hogy kap. Fél három van. Joki és Jumani is jól lakott már. Indul a következő interaktív fókasó. Izgalmas, hogy vajon Leon és Árpi békét kötöttek-e már. Hát úgy tűnik, hogy a nézők nagy örömére helyreállt a barátság. Jó.